adjon az Isten. Ma 2022. február 22-e van. Szikrázó napsütés. Jó idő. Kihasználtam ezt az időt. És kerékpározok. Ismerkedem a technikával. A kerékpárral. Az új Brighton Rider 750-es. Kerékpáros kompjúterrel. És azzal a technikával, hogy hogy lehet kerékpározás közben videót készíteni. Gyöngyösről indultam, jelen pillanatban Gyöngyös halász felé tartok. Nagy a forgalom, hál' Istennek. Gyöngyös halász felé tartok, tehát ma a Mátra kimarad. Tervezek majd ott is kerékpározást, egyelőre csak ilyen lájtos, könnyű, alig szintemelkedéses túrát terveztem mára. Tartsatok velem ezen a túrán is. Begrúltam Gyöngyös halászra. Apró település. Hamar-hamar végig lehet élni rajta. A legutóbbi videó óta, amit a kerékpárról készítettem, néhány apróságot még vettem a kerékpárra. Így menet közben meg is mutatnám. A legfontosabbak egyik a visszapillantó tükör. Markolatot cseréltem. Van kettő konzolom a kameráknak. Az ma már említett Brighton készülék és a markolat párja jobb oldalon. Ja, és persze csengő, ami Kressz előírás, és lámpa. És már ki is értem Gyöngyös halászról. Hamarosan átmegyek az M3-as autópálya fölött felüljáról. Na nézzük, milyen forgalom van. Következő település Atkár. Ott majd egy picit megállok, és utána folytatom utamat. Ott már fel is tűntek Atkár házai. A templom is. Az a legelső, amit messziről meg lehet látni a településen, a templom tornyot. Atkár. Ahogy mondtam, itt egy picit megállok, és utána folytatom Vámos György irányába. Folytatom az utam Vámos György irányába. Mindjárt 11 km, 5 percet álltam meg, és 34 perce vagyok úton. Pontosabban 34 percet kerékpároztam, mert a Brighton, hogy most tapasztalom, megáll, ha a kerékpárra megállok. Ez viszont nagyon jó. Tehát az a készülék csak a tiszta időt méri. Elhoztam a
Garmin sportórát is. Összehasonlítás kép. Körülbelül egyforma sebességet és egyforma távolságot mér. Az óra is, és a Brighton is. Ahogy mondtam a videó elején, ismerkedek a technikával, még ki kell ismernem, mielőtt komolyan belevágnék a kerékpározásba. Baromi jó idő van, hú, de jó! Hát ennek örülök, hogy eljöttem. Lehet, hogy már egy kicsit túl is vagyok öltözve. A kesztyűt azt le fogom venni. Nagyon jó tempóban lehet haladni most. Hamarosan begurulok Vámos Györkre. Legutóbbi emlékeim szerint itt jobbra idősek otthona volt. Nem tudom, működik-e még itt a bokrok mögött valahol. Igen, idősek otthon a Vámos György. Itt Vámos Györgyön elég kacifántos a vasúti átjáró. Egy hurkot kell gyakorlatilag megtenni. Nyilván, hogy lelassítsák a forgalmat, mert itt nagyon nagy a vasúti forgalom. És most szabad jelzésem van. Ha egyenesen folytatnám, akkor a vasútállomáson kötnék ki. Én viszont jobbra folytatom, Jászárok szállás irányába. Távolság 15,4 km és 46 perc, amióta tekerek. Nem rossz ez egy amatőrtől szerintem. Jászárok szállás egyenesen 6 km. Jász Nagy Kunszolnok megye. 53 perc vagyok úton. Gyorsan leugrott 30-ról 23-ra a sebességmérő, de egyébként jó, 23, tehát a Brighton is annyit mutat, tehát akkor nem sokat csal. Jászárok szállás, fürdőjéről híres település, én azt hiszem, hogy itt jobbra fel is térek a kerékpárútra, nehogy emiatt megbüntessenek, már jobbra alá is szedem. Szabályosan. Úgy van. Na kérem. Már is a kerékpár úton robogok. Csak hogy stílusosak legyünk,
CTM kulacs, CTM kerékpár. Tarna mér a felé megyek. Ismét Heves megye következik. Ennyi volt Jászmat-Kunszolnok megye. Egy újabb településre értem be, visznek. Elhagytam Viszneket, és ezen a remek úton Tarnaörs felé tartok. Visznekről kifelé jövet, elkiabáltam, hogy remek az út minősége. Itt viszont Tarnaörshöz közeledve hagy némi kívánnivalót maga után. Eléggé ráz. Végül is lehet haladni. Ha Tarnaörs, akkor Tarna. Távolság 31,8 km, úton vagyok másfél órája. Erk felé visz az utam tovább. Erk határában van az egyetlen szélerőmű itt a környéken, az is sztrájkol ma. Pedig van szél, hál' Istennek. Na, induljunk. Ha jól tudom, Zaránk következik, utána pedig Tarnaméra. Geodéziai torony. Lehet, hogy oda föl se lehet menni. Gyűlnek a felhők. Nagyon remélem, amíg úton vagyok, nem fog belőle semmi esni. Úton vagyok 1 óra 50 perce, 37,8 km, Zaránk. Tarnaméra. 2 óra 5 perce vagyok úton, 42,6 km. Mióta Tarnamérát elhagytam, tele vagyunk útfelújításra. Tarnaméra és Nagyfüged között. Most itt megint. A
másodszor is az M3-as autópályát keresztezem. De most hazafelé Karácsony és Gyöngyös között lesz a túra legjobb szakasza. Tele lesz jóféle emelkedőkkel. 58,4 km-nél tartok, idő 13 óra 38. A kanyar után lesz egy húzós emelkedő, ő az. Oda felkapaszkodok, és onnan már begurulok Gyöngyösre. Na, és még a nap is kisütött, hál' Istennek. Három óra, 30 perc vagyok úton, és a 64. kilométer kezdem. Már feltűntek a hazai dolgok. Ipari park, távolban toronyház. Na, szuper. Jobbra Sárhegy. Nos kérem, beértem. 3 óra 49 perc alatt letekertem a 66 kilométert. Az úton, hál' Istennek, nem történt semmi probléma. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Remélem, találkozunk a legközelebbi túrán is. Addig is. Az Isten áldja meg mindenkit. Minden jóval. Sziasztok!